a DVTK Spanyolországban készül a tavaszi folytatása. Bokros Szilárdot kérdezem arról, hogy hogyan érzi magát néhány nap után. Ez a második napunk, ugye, amikor edzünk is. Elég fáradt vagyok már most, napi két edzések vannak a programban, egészen a mérkőzésig ez így lesz. Nem nyaralni jöttünk ki, de hát ezt tudtuk is, sok edzésünk van, sok konditermi meló van, illetve sok videózásunk van, de erre fel voltunk készülve. Hogyan néz ki egy napot, ha felsorolod nekünk? Reggel általában 7:45-kor a barátommal, Lukács Dániellel felkelünk, akkor ott elkészülődünk, lemegyünk reggelizni. 9-kor indulunk az edzésre, ott van egy konditermi edzés általában, vagy bemelegítés, vagy aktivizáció, vagy súlyokat emelgetünk, azután kimegyünk a pályára, ott leedzünk, visszaérünk a szállodába, azután van henger, nyújtás, ez mind individuális, azután van egy ebéd, majd egy pihenő következik, ami után snack van, és utána egy közös videó, majd indulunk a második edzésre, utána pedig igazából ugyanaz, ami volt a délelőtti után, henge, nyújtás, pihenés. Általában olyankor van egy előadás, amit a doktor úr tart, és utána mindenkinek szabad program van 10 óráig, hiszen akkor van az, hogy mindenkinek a szobában kell már tartózkodni. A mai edzés igencsak összetett volt, sok mindent gyakoroltatok, és előtte a konditeremben is dolgoztatok, erről, hogyha néhány dolgot megosztanál velünk. Igen, 9 óra 20 körül kezdtünk a konditeremben, ott egy rövid bemelegítés után volt egy 8 állomásos feladatsor, ami után kimentünk a pályára, majd egy nem annyira könnyű bemelegítés után volt egy 3-3 labdatartás fallal a szélen, illetve azután volt egy ilyen, azt mondanám, hogy futball kondicionális edzés. Ott is volt 3 állomás, mindenhol 4 kört kellett csinálni, befejezéssel a végén, itt voltak sprintek, ugrások, szóval eléggé összetett volt, ami eléggé le is fárasztotta a brigádot. Aki látta a képeket az edzésekről, akár már Magyarországon is, feltűnt, hogy az évet maszkban kezdted. Mi ennek az oka? Az oka, hogy már elég régóta küzdök azzal, hogy nem kapok rendesen levegőt az orromon. Most télen volt ugye 3 hét szünetünk, és én megpróbáltam az első héten egyből lefoglalni egy operációt, hogy az orrsövényemet plasztikázzák, illetve ilyen orrkagyló kisebbítő műtétet hajtsanak végre. Ez sikerült is. Utána annyira nem éreztem jól magam, tehát megszenvedtem az elejét a napoknak. Utána nem is tudtam edzeni 1-2 hétig. Illetve azt mondta a doktor, hogy 4 hétig rajtam kell lenni a masznak, szóval ezt most betartom, de utána leveszem. Azt érzem, hogy napról napra jobb az orrom, még nem tökéletes, hiszen még nem vagyok 4 hetes, de úgy érzem, hogy kellett ez számomra. És akkor az edzőtábor itt nem csak elkezdődött, még nagyon sok van hátra. Mit vársz a hátra levő időszakban? Azt várom, hogy ugyanúgy dolgozzunk keményen. Ugye az edzőtábornak ez a lényege pontosan, hogy együtt legyen a csapat, az edző minél több dolgot át tudjon nekünk adni, amit szeretne viszont látni a bajnokságban, a mérkőzéseken. Szóval azt gondolom, hogy ismerve a stábot nem fogunk lazsálni ebben a maradék másfél-két hétben. Nagyon jó mérkőzések várnak ránk, szóval biztos, hogy teljesen úgy fogunk felkészülni az első mérkőzésre a bajnokságban, hogy nem lesz gond. Lukács Dani a szobatársad. Megvagytok? Mind a pályán kívül, mind a pályán belül jó kapcsolatot ápolunk szerencsére Luki barátommal. Neki egy kicsit más az ízlése a sorozatok terén, szóval nem az szokott lenni a program esténként, hogy bekapcsolunk valami filmet, vagy valami sorozatot is közösen megnézzük. Általában ő más néz, mint én, de ezzel nincsen semmi probléma. Igazából ő is csendes, én is, szóval minden rendben van.